A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Emellett majd megszólítjuk a Jósika Miklós díjas költőt is természetesen. Először azonban essék szó a Vörösmarty Társaságról. Ugye aggódással tapasztaltuk, hogy az átépítés okán a Vörösmarty Társaság Imdástova jó néhány esztendeje nem tudja fogadni a látogatókat, át kellett szervezni az életeteket, ha úgy tetszik. És hát most jöttek a hírek, illetve már tudjuk, hogy elkezdődött a felújítás, hogy állunk most. Hát először is két nagyon szűk esztenden vagyunk túl. Ezt nyilvánvalóan mindenki gondolja és át tudja érezni, hogy mi, akik annyi rendezvényt szerveztünk az elmúlt esztendőkben, az elmúlt 12 esztendő alatt, hogy most két esztendőt úgy kellett végig szenvednünk, nyugodtan mondhatom, hogy hát nem volt otthonunk. Az a szerencse, hogy a városban több intézményvezető a segítségünkre sietett, és különböző helyszíneken meg tudtuk a legfontosabb rendezvényeinket szervezni és rendezni, de hát természetesen hihetetlen módon vártuk már, hogy visszakapjuk az otthonunkat, Vörösmarty termet. Most már úgy néz ki, hogy ez ősszel megtörténhet, szépen haladnak a felújítási munkálatok, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ennek a két szűk esztendőnek vége legyen végre. Egy kicsit akkor tekintsünk vissza, hiszen ez a két év, ez megerősítést is hozott, hogy ez a társaság tud működni, hiszen a különböző helyszíneken, így a Szénatéren, a Grundban, a Titkokházában, a Királykúton jó ideig azért voltak olyan rendezvények, amelyek megerősítést adtak. Igen, hát erről beszéltem, hogy hála jó Istennek, hogy többen intézményvezetők mellénk álltak, volt, aki nem, ez meglepetés volt, és nagyon szomorú meglepetés, de hát a többség az segített nekünk, és hát volt még lehetőségünk vidéki rendezvények megtartására, ahol hívtak minket, örömmel mentünk, és hát mutattuk azt, hogy a Vörösmarty Társaság él, létezik, minden nehézség ellenére. Hát amikor süllyed a hajó, akkor persze veszteségek érik az embert, vagy a társaságot. Most is így történt. Azoknak, akik végig kitartottak és kitartanak mellettünk, és tényleg minden erővel azon voltak, hogy a társaság életben maradjon, és tudja folytatni a munkát, azoknak nagyon hálásan köszönöm. Mint hogy köszönöm azoknak is, akik most a terem felújításakor hihetetlen mennyiségű munkát végeztek a társaságnál, a könyvek válogatásával, a bútorok rendbetételével, sok mindenet, a heteken keresztül mondhatom azt, hogy rendkívül erőfeszítéssel dolgoztak a kollégáim. És ezt a mai napon meg is köszöntem nekik az elnökségi ülésen. Beszéljünk egy kicsit a kiadott könyvekről, hiszen azért a írói ihlet az megmaradt, írói költői munka az folyt tovább, és számtalan olyan kötet jelent meg, ami a Vörösmarty Társaság tagjainak számára fontos. Igen, ebben az esetben, és hát nagyon hálás vagyok azoknak, akik ezeket a könyveket elkészítették, és persze akik lehetővé tették a könyvnek a kiadását, kiadásait. A nagy veszteség, az elmúlt két esztendő egyik legnagyobb vesztesége az, hogy ezeknek a könyveknek a bemutatói elmaradtak. Egyrészt a Covid miatt, másrészt pedig a helyiségünk állapota miatt
ritkán fordult elő, hogy vidéken tudtunk könyvbemutatókat tartani. Hát most nagyon sokat be kell pótolnunk, és azon vagyok, hogy most kicsit megújulva ezeket valóban be tudjuk pótolni. Ilyen értelemben viszont a Grund bevált a Kossuth udvarban, annál is inkább, hiszen például óriási népszerűségre tett szert a fiatalok bemutatkozásának lehetőségét megteremtettétek. Igen, hát ez egy régi nagy tervünk, ami úgy néz ki, hogy valóra válik, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítunk. Egyrészt összejövetelek megtartására, találkozások megtartására, másrészt pedig hát a legjobbakat támogatjuk azzal is, hogy a legjobbakat, hogy a várban megjelenhessenek. És igyekszünk nekik minden lehetőséget biztosítani és megadni. Nagyon fontos a fiatalok. A vár nagyon fontos, jó, hogy említetted, mert a vár volt a kiút bizonyos értelemben. Tehát említettük azt, hogy jó néhány kötet jelent meg, ugyanakkor a vár az állandó folyóirat, azért az fontos szerepet játszik a székesfehérvári irodalom kedvelők életében. Igen, hát mondhatom, hogy a vár azért az túlnő a város és a megye határain, és hát nagyon sokat köszönhetünk a határon túli magyar irodalom napjainak, ami biztosítja számunkra a határon túlélő írók, költők megjelentetését. Egyúttal az, hogy a városban élő költőink, mondhatom most már tényleg, hogy az egész Kárpát-medence irodalmi folyóirataiban megjelennek. Mindig rendkívül nagy öröm számomra, hogyha a kollégák verseit olvashatom az Aradzsban, vagy a különböző irodalmi folyóiratokban, Kárpát-medence irodalmi folyóiratokban. És még egyszer mondom hangsúlyozottan, hogy nagyon értékes folyóiratok és nagyon dicséretes megjelenések ezek. Egy kicsit tekintsünk ezekre vissza, annál is inkább, mert nemrégiben volt vendégem Andrzej Straszewski abból az alkalomból, hogy Szent István ünnepén augusztus 20-án átvette a Pro Civitate elismerést, mint a Klub Polónia elnöke, illetve a lengyel nemzetiségi önkormányzat volt elnökeként, aki nagyon sokat segített abban, hogy az opolei vonal az éljen. Ezzel most mi újság, hiszen nyilvánvaló, hogy ebben a vészterhes időkben említetted a Covid-járványt is, elég nehéz volt megszervezni azokat a találkozókat, amelyek előtte Katyin kapcsán is rendszeresek voltak. Hát mi még járvány ellenére, meg minden ellenére, meg hát a kialakult, legyünk őszinték, a politikai helyzet ellenére, mi azért megtartottuk a Lengyel Irodalom napját, rendszeres kapcsolatban vagyunk az opolei és az opolei vajdaságnak az íróival, költőivel. Én nagyon bízom benne, hogy nem, ezt rosszul mondom, teljesen meggyőződök arról, hogy ez a kapcsolat folytatódik és virágozni fog. Érzem, tapasztaljuk a lengyel kollégáknak ugyanolyan elszántságát, mint a miénk. Most össze szeretném vendégül látni az új lengyel nagykövetet, pontosan ebből a szempontból, és ennek a kapcsolatnak a megerősítését várom ettől, hiszen nem engedhető meg, hogy ez meggyöngüljön ez a kapcsolat. Ez igen, hát ebben egyébként Katyinnak is fontos szerepe van ebben az értelemben, hiszen az sem maradhat el esztendőről esztendőre, azért látjuk, hogy itt vannak a külképviseletek tagjai, képviselői, mert hogy ez egy példaértékű kezdeményezés a Katyini emlékkereszt. Igen, ami azt hiszem, hogy tényleg az alfája meg az omegája ennek az egésznek, ez a híd, ami itt kialakult az elmúlt esztendők folyamán, ez most két pilléren áll, és erre nagyon büszke vagyok, az egyik a Katyin emlékkereszt, a másik pedig Opoléban az 56-os emlékoszlop. Tehát ez két virtuális pillér,
ami tartja ezt a hidat, hát nagyon nagy veszteség ért minket, nagyon jól tudod azzal, hogy Janus Vujcsik meghalt, de hát mindent el fogunk követni, hogy legyengüljön meg ez a kapcsolat. Igen, hát méltó módon emlékeztek rá a költő társaid, te magad is, de azt gondolom, hogy na, rendkívül fontos szerepet játszott a Vörösmarty Társaság lengyel kapcsolatainak építésében. Számtalanszor volt vendég itt Székesfehérváron is, és tehát példaértékű, amit letettő az asztalra, tehát emlékeznünk kötelesség. Egy kicsit beszéljünk a Vörösmarty Társaság alkotóiról is. Tehát számtalan kötet jelent meg, de emeljünk ki néhányat, hiszen nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak, hogy Székesfehérvár irodalmi élete ne legyen sivár, hanem mindig különleges legyen. És ebben azért a Vörösmarty Társaság író-költő barátaink, akik nagyon sokat segítenek. Hát, hogyha el tudsz tekinteni tőle, akkor nem akarok kiemelni egyet sem ezekből a könyvekből. Mindet most nem tudnám felsorolni, és nem akarom kiemelni. Az biztos, hogy ami számunkra nagyon fontos, most készül, tulajdonképpen az anyag összeállt már, most készül a Fehérvári Szép Versek antológia. 2 éve jelent meg a legutolsó, és hát itt az ideje annak, hogy megint bemutatkozzanak a fehérvári költők az új verseikkel. És hát nagyon fontos volt azt demonstrálni, hogy vagyunk és élünk, és meg lesz ez az új bemutatkozás is, mint ahogy remélem, hogy a továbbiakban aztán folyamatosan. Nagyon-nagyon fontos. Ebben az antológiában is lesznek új arcok, lesznek új fiatal költők is, írók is. Úgyhogy készül, most már lassan visszanyerjük az energiánkat, és akkor el fog készülni az ősz folyamán. A Covid, tehát a koronavírus járvány az mennyibe határozta meg az anyagi biztonságát a társaságnak, hiszen nyilvánvaló, hogy bizonyos értelemben visszavetette, másik oldalról pedig arra inspirálta a költőbarátainkat, hogy dolgozzanak otthon, hiszen ennek akadálya nem volt. Tehát így viszont nagyon sok mű született, ehhez viszont a kiadás szempontjából újabb terhet ró. Hát a Covid valóban bizonyos szempontból az alkotó embereknek valami jót is tett azzal, hogy rákényszerültünk arra, hogy otthon legyünk, és írjunk, amennyit csak tudunk, és amennyi lehetőségünk, már belső lehetőségünk van. A találkozások nagyon hiányoztak, tehát a Vörösmarty teremben, hát nagyon jól tudod te is, hogy ott hetente 2-3 alkalommal össze tudtunk gyűlni, beszélgetni, ami nagyon fontos volt a számunkra, és a közösség számára egy igazi jó közösség alakító lehetőség ez ott a Vörösmarty terem. Csináltunk egy antológiát a Covid alatt íródott versekből, kiváló versek születtek, és hát azt hiszem, hogy nem csak a Covid ténye maga és a járványnak a ténye maga, hanem megnyilvánult ezekben a nemzetféltés is. Illetőleg azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy az egész emberiség féltése. Ezekben a versekben nagyon-nagyon jó versek születtek. De hát az ember nem kívánja vissza azt a lehetőséget. Igen, innét folytatjuk, viszont hoztál te is verset nekünk. Igen, szóba kell hozni a programjaink között azt, hogy hamarosan elkészül a Román Károly tanárunknak az emléktáblája, amit nagyon-nagyon várok már, hiszen adósai vagyunk a tanár úrnak ezzel az emléktáblával, és az emlékének, és az emlékezetének. És én végtelen örülök annak, hogy abban a pillanatban, amikor meghirdettük, hogy készítünk egy emléktáblát a
Vörösmarty Társaság épületének a falára, Román Károly tanár úr tiszteletére, abban a pillanatban nagyon sok ember mozdult meg. Hát ismerjük az ő munkásságát, a tanári múltját, és hát világos, hogy rengeteg tanítványa, kollégái, barátai, tisztelői azonnal megmozdultak, úgyhogy elkészült, mondhatom, hogy elkészült az emléktábla Kocsis Balázs alkotása. Most hát itt az adminisztráció az mindig rengeteg erőt meg időt vesz igénybe, meg a bürokrácia, de ha nem is az eredetileg kitűzött időpontban, tehát október 7-én, de valamikor az ősz folyamán föl tudjuk helyezni és föl tudjuk avatni ezt az emléktáblát. Nagyon várom. Én is. Román Károly A többieknél című versét szeretném felolvasni. Nekem ő nagyon nagy veszteség. Ő is, mint ahogy a kortársai, írótársai, barátai itt a városban. És hát azt hiszem, hogy őrá méltóképpen kell emlékezni és emlékeztetni. Tehát Román Károly A többieknél. A verandám körül kinyílt az orgona. Az esti fényekben mindegyik virág egy-egy gyertya. Halk zene szól bennem, amikor képzeletem meggyújtja őket. Értetek, eltávozott barátok, példaképeim. Vajon meddig bírja az öreg bokor, hogy szaporodik rajta a sok virág? Meddig viseli szavaimat, köszönő, emlékező szavaimat, hozzátok oda, akik beköltöztök ilyenkor a virágokba. És fényletek itt a fájdalmas csendben, hallgathatjátok oda át remegő imáinkat, amivel megköszönhetünk mindent, a tavaszi virágba borulást, az egymáshoz elérő szókat, az ígéreteteket, hogy ott is értünk vagytok. Igen, méltó Román tanár úrhoz. Én azt gondolom, hogy mindnyájan ismertük őt, ismertük mindazt a munkásságot, és megbecsültük természetesen, ami őt jellemezte. Fontos szerepe van az életünkben ma is, visszamenőleg. Igen, hát tulajdonképpen hasonló szavakkal lehetne szólni, és hasonlóképpen lehetne gondolni a többiekre, sobortanárra, és így tovább, igen, és így tovább. Nagyon hiányoznak, gondolom, hogy... Kicsit essék szó egy más vonulat a Vörösmarty Társaság anyagi helyzetéről, hiszen ez nyilvánvaló, hogy mindig meghatározza a működést is. Hogy áll most a társaság? Hát, mint ahogy mondtam bevezetőben, hogy nagyon hálás vagyok a tagságnak, hogy mindig meg tudtuk mutatni magunkat, hogy létezünk, élünk, dolgozunk, komoly eredményeket sikerült elérni, és hát elkezdődtek a tervezések. Úgyhogy a táblavatót azt el kellett egy kicsit napolni, tehát ez valamikor remélhetőleg, hogy október vége felé föl tudjuk helyezni ezt az emléktáblát. Szeptemberben szeretnénk tartani egy várestet. Egyrészt be kell mutatni a legutóbbi várat, aminek a bemutatása elmaradt, és egy előzetesben bemutatni a következő számot. Mindegyik rendkívül gazdag, változatos szám. Megint több határon túli író is szerepel benne, fiatalok. Úgyhogy nagyon, nagyon várom már a bemutatását is a két számnak. Meghívtam a Trianoni Szemle főszerkesztőjét, Szidiropulosz Archimédeszt, tekintettel arra, hogy ez a nagyszerű kiadvány megszűnik. A legutolsó számban is szerepeltünk mi, fehérváriak, nagy-nagy örömömre. Ez egy összefoglaló, nagy, reprezentatív
szám, nagy megtiszteltetés részt venni ebben. És hát azt hiszem, hogy kíváncsiak lehetünk arra, hogy miért szűnik meg ez a nagyon fontos folyóirat. Lesz még, tehát most augusztus végét írunk, nyilván, hogy azért megvannak a terveitek erre az esztendőre, de mielőtt ezt röviden azért erről kérlek szépen, hogy beszélj, mikor lesz várhatóan a Vörösmarty Társaság termének átadása? A Kossuth utcai terem. Hát éppen, mint ahogy a délután is elmondtam az elnökségnek, a legutóbbi verzió szerint és a legutóbbi ígéret szerint 2 hónap múlva. Én nagyon bíztam abban, hogy határon túli magyar irodalom napjait, ha nem is 6-án, de valamikor október végén már ott tudjuk tartani. Ez azt hiszem, hogy ez egy méltó felavatása lenne, vagy lesz is, csak hát egyelőre nem tudjuk pontos dátumát. Valószínűleg, hogy azért ez a október-november hófordulója körül lesz, vagy november elején. De nagyon várom. Már a határon túliak is. Én most megyek egy írótáborba, Berekfürdőre, és ott már az előzetes hát kapcsolat beszélgetések során már szóba került, hogy mikor lesz akkor a fehérvári határon túli magyar napjai. Várják. Vári Fábiánnal is beszéltem, és mondta, hogy bármikor lesz, és hogyha olyan időpontban tudjuk megszervezni, megrendezni a műkörőrájra, akkor föltétlen itt lesz. És a többiek is, hát gondolhatod, milyen örömmel jönnek a többiek. Még egy valami aggodalommal értesültünk róla, hogy betegséggel küszködsz, most már jobban vagy, mondhatjuk? Köszönöm az érdeklődést. Javulok napról napra jobban. És hát szép lassan kezd visszajönni a munkakedvem, az energiám nem annyira. Kiváló vendégeink lesznek, ha minden igaz az ősz folyamán. Meghívtam Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki sokat segített nekünk ez alatt, a 2 esztendő alatt támogatott minket. Már úgy értem, hogy az intézmény, és hát maga Demeter Szilárd is bátorított és erősített, és nagyon bízom benne, hogy a rengeteg elfoglaltsága és tennivalója ellenére el tud jönni, mint ahogy meghívtam Serfőző Simont is, ami hát nekünk azt hiszem, hogy egy ikonikus személy, és hát nagyon nagy szeretettel várom. Érdeklődéssel várjuk mi is mindnyájukat, hiszen fontos számunkra a Kossuth utca 14, a Vörösmarty Társaság székhelye, hiszen székhelye a kortárs irodalomnak, azoknak a mindennapoknak, amelyek nélkül sem a koronavírus járvány idején, sem semmikor nem teljes az életünk. Igen, hát különböző okok miatt tisztító közgyűlést kell tartanunk valamikor az ősz folyamán, és hát, ami nyilvánvalóan arról fog majd szólni elsősorban, hogy lesz-e elég erőnk, bátorságunk, kitartásunk, anyagi feltételek a társaság további munkájához és életéhez. Ehhez kívánok erőt, egészséget, és természetesen azt az ígéretet fenntartom, hogy minden fontos rendezvényen ott leszünk. Köszönöm, Zolikám. Én is köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a Vörösmarty Társaság jelenéről, jövőjéről beszélgettünk a társaság elnökével, Babori Zoltánnal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.